Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ezen a képen van egy park és egy szerelmes pár. Megnézzük az érzelmeket, a gondolatokat, a külső befolyást, azt is, hogy hova vezet ez a párkapcsolat, mi fog történni a jövőt illetően. Itt látható egy hölgy, és itt egy férfi. A hölgy az téged szimbolizál, ha te egy nő vagy, és ez a férfi a lelki társadat, vagy a férfiakat. Először megnézzük a hölgy érzelmeit. Itt láthatóak a házak. A hölgy számára, vagyis számodra, fontos a biztonság érzete. Számodra az is fontos, hogy meglegyenek az alapok, amire ki tudsz építeni valamit. Vagy fontos a családi kapcsolat, a rokonok, az ismerősök, a szomszédok. De ami kettőtöket illet, számodra az lenne jó, ha itt ki lehetne építeni valamit, hiszen kell a biztonság érzete. Megnézzük az ő érzelmeit. Itt a gólyák utalnak a változásokra. Lehet, hogy állandóan változik a hangulata, hol ilyen, hol olyan. Vagy érzi azt, hogy lesznek változások, például egy költözködés, egy közös otthon kiépítése. És mire gondol, mi a terve? Itt látható a gyermek, lehet, hogy gondolkozik a gyermekek felett, vagy ez a gyermek utalhat egy új kezdetre, változásokra, egy új kezdetre, jelentheti az ártatlanságot is, vagy a fiatalos kisugárzást. Viszont, ha egy jóslásnál megjelenik a gyermek és a gólyák, akkor az utalhat egy kisbabának a születésére is. Lehet, hogy ez a terve, úgy érzi, mennyire fontos lenne most egy család alapítás. Megnézzük a te gondolataidat, ha te egy hölgy vagy. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, hasonlóan, mint a házak. Itt vannak az alapok, te úgy érzed, úgy gondolod, hogy ebben a párkapcsolatban le tudsz horgonyozni. Viszont, amit a horgony még jelenthet, az a munka és a hivatás. Lehet, hogy otthonról dolgozol, vagy szeretnél valamit kiépíteni. Milyen külső befolyás van? Itt a halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást. Tehát ott lesznek majd kapcsolatok, valaki befolyásol téged. Vagy itt pénzügyi dolgokról van szó. A halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy valaki közeledik hozzád, mert fontos vagy, értékes vagy számára. Ez lehet egy férfi, ez lehet egy nő, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is. Ki vagy mi befolyásolja őt? Itt látható ez a lovas férfi, tehát utal egy férfire. Ez lehet egy barát, egy kolléga, vagy valaki a családból. És mit fog tenni? Itt a gyűrű jelenthet egy eljegyzést, egy házasság tervezését. Vagy jelenthet egy kapcsolatot, szerződéseket. A gyűrű néha jelenti azt, hogy valami vagy valaki visszatér hozzátok a múltból. És ha te egy hölgy vagy, mit fogsz tenni? Itt látható a büszke tartásod. A háttérben a lilium virág jelent tiszta gondolatokat, érzelmeket, vagy te szeretnél vele valamit tisztázni.
Ebben a parkban van egy szökőkút, és itt ez a forrás, ez a víz jelenti a jövőt, mutatja a jövőt. Itt a virágok jelentik a te szépségedet, nőiességedet, egy szép környezetet, de itt lesz egy meglepetés, egy ajándék is. Lehet, hogy pontosan erről a gyűrűről van szó, ez lehet egy eljegyzés. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!